Sziasztok, Solt vagyok. A mai videóban a Dodo Juice-nak a Snow Commotion névre hallgató habosítóját fogjuk kipróbálni, amit a The Detailing Store-tól kaptam. Ez egy magyar online üzlet, majd a linket beteszem a leírásba. Viszont nem egy fizetett hirdetés, ahogy lenni szokott, az őszinte véleményemet fogjátok látni és hallani. Úgyhogy először kicsomagoljuk, összerakjuk, majd kipróbáljuk kemény vízzel, lágy vízzel, és összehasonlítva például egy MJC Foam Cannon Pro-val. Úgyhogy csapassuk! Nos, fiúk, lányok, benne volt a flakonja, ami 800 ml-ig van skálázva, tehát körülbelül idáig 800 ml, utána pedig ilyen rücskös, hogy jól meg lehessen fogni, de mondom, a skálázott rész 800 ml, ami igazából majdnem mindegy, mert egy fél liter elég szokott lenni ugye egy kocsira. Aztán benne volt maga a fej, aztán benne volt egy teflon szalag, egy Kärcher adapter, vagy Kärcher adapter, ugye attól függ ki, hogy mondja, amihez van ugye egy gyors csatlakozó. A fekete adaptert ugye bele kell dugni a Kärchernek a láncsájába, és akkor ebbe bele lehet tekerni ezt az egy negyedes gyors csatlakozót, és akkor itt van hozzá a pucája, ugye a másik egy negyedes csatlakozó. Igen. Ugye itt van a nyaka, feje, vagyis hát mindegy, hívjuk nyaknak, egy kupak, valamint egy felszívó cső, ami hát elég ilyen snasz, se egy szűrő az alján, se egy súly, hát meglátjuk. Az egynegyedes csati kap majd egy kis teflonszalagot, de nem ezt fogom kibontani, van nekem már bontott, azt fogom ráhasználni. Hát relatíve egyszerű volt összerakni értelemszerűen. A maga kedvéért azért megnézem, hogy az MJC-nek a flakonját rá tudom-e tekerni. Gyanítom, hogy igen. Hogyha esetleg véletlenül nagyobbat akarnék valamiért egy literest, vagy legalábbis a skálázása legyen egy literig. De értelemszerűen nem úgy kell használni, így kell használni. Na hát ráment könnyen, ahogy vártam. Egy gyengeséget vettem észre így hirtelennyébe. Ugye normál esetben, amikor le akarom tekerni a fejet róla, akkor ugye csak így megfogom, mert van a legkényelmesebb fogás rajta, vagy egyszerűbb, és elkezdem tekerni, viszont akkor a sapkája, vagy a teteje ott marad, tehát ennél fogva kellett tekerni ezt. Thank you.
Thank you.
Nos, fiúk, lányok, ez volt a Dodo Juice habosítónak, a Snow Commotion-nek, ami ugye valószínűleg a Locomotion-ből lett a tesztje. Mit tudnék mondani? A hab, amit csinált, az nem rossz. Árba jelen pillanatban kb. 2/3 az MJGC Foam Cannon Pro-nak. Ami még tetszik, az a flakonnak a széles nyaka, valamint az, hogy hát ez a 800 ml-es flakon is elég, tehát nem kell, hogy literes legyen, a 800-as is elég. Egy autónak az egyszeri körbefújásához bőven, de még egy kicsit spórolósan kétszer is körbe lehet fújni. Schatz per kb. Itt áll meg, ami tetszik. Ami nem tetszett benne, az a nyaka, vagy a kupak, pontosabban a nyakon, ami... Hát elég izmosan meg kell, hogy húzd ugye a fejegységet, hozzá, hogy nem a fejegységet, hanem a habosító részt, jól bele kell tekerni, ellenkező esetben így könnyen, amikor tekered, kitekeredik és a kupak meg ott marad, ha az erősebben rá van tekerve a flakonra. Úgyhogy azon ott lehetne egy kicsit dolgozni, mert például az MJC-nek annak itt egy hatszögletű ez a része, tehát nem lehet csak úgy kitekergetni, mint a Dodo Juice-nak. Egyébként ugye mivel itthon ez könnyebben elérhető, és jelen pillanatban árban is olcsóbb, mint az MJGC vagy MJC Foam Cannon Pro, ezért tudom ajánlani, de én még mindig azt mondanám, hogyha megteheted, akkor inkább az MJC Foam Cannon Pro, mert anyagminőségbe, habminőségbe veri a Dodo Juice-t, de persze nem annyival jobb, mint amennyivel drágább. Viszont jobb. Úgyhogy hát ez volt az én véleményem erről a termékről. De amúgy jó termék, nyugodt szívvel tudom ajánlani, csak ezekre figyeljetek. Úgyhogy semmi más nem tudnék elmondani, kérem kapcsolja ki. Ezzel véget is ért a videó. Ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!